Dantanász a feljelentését követően néhány éve átszabták Csíkszeredában az utcanév táblákat. A korábbi táblákat ketté vágták, felül a román nyelvi felirattal rendelkező részt, alul a magyar nyelvűt helyezték el. Ezt a megoldást szeretné rendezni a város vezetése új táblák kihelyezésével. Elhelyezték az első új típusú utcanév táblát Csíkszereda központjában. A táblán szerepel a megyeszékhely címere is, valamint a jogszabályoknak megfelelően felül a román, alul a magyar nyelvű megnevezés. Megvártuk a város címerének is az elfogadását, ettől kezdve egy teljesen új arculattal, egy fehér alapú arculattal, olyan dizájnnal, ami egyedi a románi városok körében, igyekszünk most már ebben a kétnyelvű formában minden utcánál az ezeket felszerelni, plusz amit hozzátettünk ehhez, az az, hogy az utcák meghatározó részénél a házszámozásnak az iránya is meg lesz jelölve. A 686 utcanévtáblát a város önkormányzat által működtetett kertészet munkatársai fogják felszerelni a következő hónapokban. A városvezetők a lakosok együttműködését, segítségét kérik azokban a városrészekben, amelyekben a jelzéseket nem lehet közterületre felszerelni, így az ingatlanok tulajdonosainak is hozzá kell ehhez járulniuk.